Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul a Wikipediával. Nos, én nagyon sok videómban említettem már ezt a módszert, de elhatároztam, hogy szánok ennek a témának egy külön önálló videót. Nos, tudnod kell, hogy ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjön az angol nyelvtudásod, és ami talán még fontosabb, folyamatosan szinten tartsd és fejleszd az angol szókincsedet, ahhoz az kell, nem csak az kell hozzá, hogy rendszeresen hallgass angol nyelvi tartalmakat, tehát angol nyelvi filmeket, nem csak az kell, hogy beszélj angolul hangosan, tehát legyen egy beszélgető partnered, hanem az is kell, hogy angol nyelvű szöveget láss, és angol nyelvi szöveget dolgozz fel, lehetőleg minden egyes nap. Na most én pontosan tudom, hogy az angol nyelvkönyvek többségében vannak hosszabb és rövidebb angol nyelvi olvasmányok. Lehet, hogy valamelyeket érdekesebbnek találod, valamelyeket unalmasabbnak találod, de én nem találkoztam még olyan diákkal, aki a szabad idejében elolvás előtt, vagy máskor a hétvégén üres óráiban az angol nyelvű tankönyveket olvasgatta volna. Viszont fantasztikus eszköznek tartom a Wikipediát, az egész internet egyik legjobb találmányának, mert teljesen mindegy, hogy mi az érdeklődési köröd, vagy mi a hobbid, vagy miről szeretsz olvasni, a futball, a lakberendezés, a divat, a sztárok, vagy a videójátékok, teljesen mindegy, egészen biztos, hogy találsz angol nyelvű szócikket, nem is egyet, ezzel a témával kapcsolatban az angol nyelvű Wikipédián. És ugye ezek a tartalmak általában nem rövid, néhány soros olvasmányok, hanem igen, igen részletes olvasnivalót fognak neked biztosítani. Tehát egészen biztos, hogy lesz az érdeklődési körödnek megfelelő angol nyelvű írott tartalom ezeken az oldalakon. Na most, én nem csak azt javaslom, hogy üres óráidban, akár a buszon a munkahelyed felé menet, vagy este lefekvés előtt olvasgasd csak úgy unatkozásképpen ezeket az oldalakat, hanem kezd el feldolgozni azt a szöveget, amit ott találsz. Tehát, hogyha van számodra új szó, új kifejezés, új mondat, vagy akár egy új bekezdés, akkor egyszerűen igenis állj meg, és próbáld meg megérteni, lefordítani, kiszótárazni azt az adott szót, vagy azt az adott szövegrészt, ami számodra ismeretlen. És már is eljutottunk az internet talán második legjobb találmányához, a Google fordítóhoz. Semmi más dolgod nincs, mint az egyik lapon megnyitni a Wikipédiát, mellette pedig a Google fordítót, és ha van olyan számodra ismeretlen szó, aminek egyáltalán nem vagy biztos a jelentésében, akkor semmi más dolgod nincs, mint először, tehát először azt az adott szót beírni a Google fordítóba. Ha még így se teljesen világos, akkor mehet az egész mondat, vagy az egész bekezdés. A saját tapasztalatom szerint a Google fordító sokkal jobban dolgozik, tehát sokkal jobban fordít, minél több információt adsz neki. Tehát lehet, hogyha csak egyetlen mondatrészt írsz be, akkor elég furcsa fordítással fogsz találkozni, de hogyha az egész mondatot, vagy az egész bekezdést akarod lefordítatni, akkor sokkal könnyebb dolga lesz a Google fordító programnak, sokkal több igazodási pontja lesz, és sokkal pontosabb fordítást tud biztosítani a számodra. Tehát még egyszer, kezd el olvasni a Wikipediát a kedvenc témáddal kapcsolatban. Ha van ismeretlen szó, azt mehet a Google fordítóba, és még mindig nem állunk meg. A harmadik lépés az, hogy megnyitsz egy Excel táblázatot, és elkezded létrehozni a saját nagyon speciális Wikipedia szótáradat, tehát az adott szót beírod az Excel táblázatba,
egyik oldalára, vagy az egyik oszlopba az angol szót, mellé pedig beírod a magyar szót, vagyis ennek a fordítását. A negyedik lépés pedig, hogy mindenképpen tisztában legyél azzal, hogy beültesd ezt az adott szót a szókincsedbe, ugyanezt a szót beírhatod az Anki nevű, szintén fantasztikus szókártya programba, ami bizonyos időközönként ki fogja kérdezni tőled ezt a szót. Tehát még egyszer, a négy lépésből álló sorozat: Wikipédia, Google fordító, Excel táblázat és Anki. Nos, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót. Viszlát legközelebb!